Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Autoroom YouTube csatornáján, az én nevem Zsolt. Az elektromos autóké a jövő, ez tiszta sor, hiszen tényleg egy viszonylag környezettudatos felhasználást jelent, hogyha valaki ilyen négykerekűvel vagy más eszközzel furikázik ide vagy oda. Igen ám, de hogyha egy elektromos autót használ az ember, akkor keresni kell a töltőpontokat, hiszen azért nincsen annyi belőlük, mint például a benzinkutakból. Erre több applikáció is létezik már, Európa szerte például a PlugShare egy nagyon jól használható alkalmazás, de hát csak magyarok vagyunk, csak Magyarországon közlekedünk a legtöbbször, illetve ezek az elektromos autók egyébként sem tudnak többet menni pár száz kilométernél, és még ez is a jó eset, tehát maradjunk országon belül. Ebben a kis rövid videóban a töltőprogramot fogom bemutatni, ami tényleg nagyon jól kivitelezett applikáció, és nagy segítség tud lenni azoknak, akik elektromos autóval közlekednek. Az NKM töltőpont alkalmazás iOS, illetve Android rendszerre telepíthető, meglehetősen könnyen és gyorsan, majd azután a megnyitás gombra rákattintva már is mehet az alkalmazásnak az indítása. Hát alapvetően ugye van egy térképünk, ami Google Maps alapú, és hát itt láthatjuk, hogy Budapesten milyen sok töltőpontunk lehet, de egyébként, ha megyünk például Szeged fele, akkor is villámgyorsan láthatjuk a lehetőségeinket. Van külön Tesla töltőjelzésünk, ezen kívül pedig Mobility Pont, valamint normál töltőpontokat is felelhetünk, tehát tényleg egy pillanat alatt megnézhetünk mindent, és visszaugorhatunk egy ikonka segítségével az aktuális helyzetünkhöz. Kezdjük a beállításokkal. Itt rögtön ki tudjuk jelölni azokat a lehetőségeket, azokat a töltő csatlakozó típusokat, amelyeket mi használni szeretnénk, vagy amelyeket a mi autónk támogat, és akár még a minimális töltési sebességet is konfigurálni tudjuk, valamint a nyitvatartási időt, hogy hétköznap, hétvégén vagy minden nap legyen nyitva az adott töltőpont. A megjelenítésnél szintén itt vannak még a különféle konfigurálási lehetőségek, és még műholdas nézetet, hibrid nézetet vagy térkép nézetet is alkalmazhatunk, hogyha valaki így könnyebben tájékozódik. Ezek tehát nagyon aranyos dolgok, és hogyha elkezdünk zoomolgatni, akkor rögtön rájövünk arra, hogy mondjuk ha rábökünk egy ilyenre, akkor kiírja, hogy Hungaroring tampája hány kilométerre van tőlünk, és milyen töltési lehetőségekkel számolhatunk ott. Ugye van egy SADEMO-nk 44 kW-os, és ezen kívül pedig egy csomó más információt megtartunk, hány parkolóhely van, a parkolás ingyenese, a költség ingyenese, tehát hogy fizetnünk kell-e a töltőpontnak a használatához, a leírásnál azért néhány információ, üzemben tartó, és pillanat alatt oda is navigálhatunk, hogyha szeretnénk, rábökünk erre, kiválasztjuk az adott navigációs programot, amit használni szeretnénk, Google Maps, Waze, vagy akár a Here Maps-et is tudjuk használni, és már is elindulhatunk. Képen pedig láthatjuk, hogy mégis mit kell keresnünk, tehát hogyha véletlen nem találnánk meg ad hoc azt a pontot, ahova mi mennénk, akkor azért ez is segítséget nyújthat. Más történet is van itt például. A Lidl-nél egy SADEMO-nk, egy CCS-ünk, valamint egy Type 2-es csatlakozónk is van, 43 kW, 50 és 50 kW-os töltőoszlopokról beszélünk, szintén képekkel ellátva, és ugyanígy itt van minden információ, amire szükségünk lehet, hogy lehet-e parkolni, mennyibe kerül ez, mert hogyha például olyan helyre megyünk, ahol be kell menni egy garázsba, akkor már ott esetleg más költségekkel is számolhatunk, és a parkolóhelyeket is mindig érdemes nézni, illetve azt is, hogy a nyitvatartási idő hogyan alakul. Így működik tehát ez az applikáció, ami tényleg nagyon jól működik a mindennapokban, és hogyha felülről lehúzzuk az értesítési felületeket, akkor látjuk, hogy különféle notifikációkat is küld az applikáció, például, hogy új mobility villámtöltő hoztak létre Győrben, tehát az ottani lakosok most valószínűleg örülni fognak, és hogyha még tovább böngészszük itt a listát, akkor tényleg egész Magyarországra kiterjedve láthatjuk azt, hogy mégis mettől meddig vannak töltőpontok, a Tesla töltőt külön jelzi a rendszer, direkt azért, hogy az ilyen autóval rendelkezők pillanat alatt oda találhassanak az aktuális töltőponthoz. Nyilván vannak még különféle menü lehetőségeink, például a töltő etikettet elolvashatjuk, hogyha szeretnénk, hogy ne álljunk ott annál hosszabban, mint amennyi nekünk szükségeltetik ahhoz, hogy feltöltsük az autónkat. Érdemes, hogyha sokan vagyunk, csak 80%-ig tölteni az autót, buszsában leírást találunk arra, hogy közlekedjünk
fizethetünk-e, ugye továbbra sincs erre szabályozás, tehát a válasz erre nem, adókedvezményeket és még pár információt kaphatunk ki, valamint elolvashatjuk azokat a cikkeket, amelyek notifikáció formájában is megtalálhatók. Igazából a beállításokban sok minden nincsen, kedvenc töltőket is hozzá lehet adni, hogy bármikor lehessen navigálni, illetve még a későbbiekre nézve akár bankkártya adatokat is hozzáfűzhetünk ehhez az alkalmazáshoz. Remélem sikerült némi tájékoztatást nyújtani és jól bemutatni a programot, tényleg érdemes letölteni iOS vagy Android rendszerre ezt az applikációt, mert meg tudja könnyíteni a mindennapjait azoknak, akik sokszor töltőpontok után kutatnak. Én köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, szép napot, sziasztok!